Sziasztok! Ma old school konzervmájkrémeket fogunk tesztelni, hogy nektek ne kelljen! Írd nekem kommentbe, hogy legközelebb mit teszteljük! Én komolyan mondom, hogy még mindig nem hiszem el, hogy erre rávettetek, de igazából én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy azok az ízek, amik gyerekkoromban ilyen naturálisnak számítottak, mert hogy én nagyon sok ilyen konzervmájkrémet ettem, azok ma milyenek a számomra, úgyhogy egy érdekes kis kaland lesz, gyertek velem! Na hát az az igazság, hogy ennyiféle konzervmájkrémet találtam, nyilván van még olyan, ami elkerülhette az én figyelmemet is, úgyhogy ezeket a májkrémeket is kettő felé osszuk, mégpedig vannak a szárnyas konzervmájkrémek és a sertés konzervmájkrémek, az, hogy miből meg mennyi van benne, azt most hagyjuk, de hogy ezek a megnevezések, úgyhogy kezdjünk is a szárnyasokkal, mert ők kevesebben vannak. Na hát mind a két kicsike 65 grammos, és mind a kettőt a Szegedi Paprika ZRT gyártja, csak hát az egyiket azt az interneten rendeltem, a másik pedig ilyen Lidl-ös. Úgyhogy kíváncsi vagyok, elméletileg egyformának kéne lenniük. Az ára ennek a szárnyas májkrémnek 219 forint, míg a baroni csirke májkrém 219 forintba kerül. Mindegyik ilyen tépőzáras, tehát hogy nem annyira old school, de azért old school. Nagyon nyissunk rá. Na nyílj ki, öreg! Rendesen, mintha kézigránátot nyitnék. Na, hogy itt kinézetre amúgy tök egyformának tűnnek, de nézzük gyorsan az ízüket. Így hirtelen kostyira nekem a Lidl-ös egy picit sósabbnak tűnik, tök jó. Meg ide rá van írva, hogy ez a csomagolás nagymértékben újra hasznosítható, de erre ugye nincs rá írva, hogy újra hasznosítható, pedig szerintem fontos info amúgy. Ja, de itt van, hogy újra hasznosítható, itt a jel, úgyhogy király. Nekem a Lidl-ös jobban bejön, mert sósabb, mondom, de hát azért ez old school. Na és hát igen, mielőtt megkérdeznétek, hogy mi lesz a maradékkal, mert mindenből csak egy-egy kanállal fogyasztok, meleg szendvics krémet fogok belőle csinálni, úgyhogy ne aggódjatok, nálam semmi nem vész kárba, de ezt ti nagyon jól tudjátok, akik folyamatosan néznek, mert mindig én is annak a híve vagyok, hogy mindent használjunk föl, nem dobunk ki semmit. Na de most következik az igazi old school cucc, mert hogy ez a sertés májkrémen nincsen még nyitófül se, ez az igazi old school, gyerekek, nem más, erre vagyok a kíváncsi. Sertés májkrém 62 gram, Globus sertés májkrém 62 gram, és hát itt van a 65 grammos Pikok Lidl-ös sertés májkrém is, a Szegedi Paprikás a Lidl-ös, és hát nyilván, amire csak azon írva, hogy sertés májkrém, az is Szegedi, igen, Szegedi Paprika ZRT, hoppá, Szegedi Paprika ZRT, és hát, na, dég, Szegedi Paprika ZRT-s, a Globus, igen, Hamé Hungária, hát nézzük meg az áraikat. Ez az old school kicsike 289-be kerül, a Globusos 329-be, és hát a Pico 219 forintba kerül. Passzus, kell egy konzervnyitó. Na, várjatok! Na hát találtam egy konzervnyitót. Hallod? Dik. Ó, jó Isten, gyere le, még konzervnyitózok. Jó, megy ez. Jaj. Na jó, ennyire elég. Hát igen, ez az old school feeling, gyerekek. Nem az, amikor izé fogod, azt kinyitod, azt izé nagy vagány vagy, hogy a fület le tudod tépni. Ez az old school feeling. Na, de nyissuk is mindegyiket. Na, kezdjük a Globusszal. Hoho! Ebben még érzek egy kis füstös ízt is. Most jöhet az old school. Ebben itt van ez a különleges, nem is tudom, májas íznek hívom én, ami a gyerekkoromban teljesen visszarepít. Biztos vagyok benne, hogy tele van olyan cuccal, aminek nem kéne benne lenni, de akkor is visszarepít a gyerekkorba, és kurva jó íze van. Basszus! A pikokosnak van talán a legmájasabb íze. Nagyon finom. Rendesen finom ez a pikokos. De hát pikok, Lidl, ne haragudjatok. Nekem az old school élmény miatt ez a konzervnyitós, sima sertés májkrém. Mellesleg amúgy egy helyen gyártják a kettőt.
Nekem ez jön be, de tényleg valószínűleg csak az élmény miatt, azért, mert visszarepít a gyerekkoromba. Én nekem ez jön át. Sajnos a Globus amúgy, ahhoz képest, hogy ő a legdrágább, azon túl, hogy király füstösebb íze van, nem mutat olyan hú de nagyot ízbe, megmondom nektek őszintén. Úgyhogy a sorrendem a következő, az old school életérzés miatt ez a sima sertésmájkrém nekem, utána a pikok, de valószínűleg, hogyha más kóstolná és nem hagyatkozna az érzelmeire, akkor a pikokot mondaná győztesnek, mert nagyon jó májkrém, tehát nagyon jó máj íze van, úgyhogy ő is nagyon jó. És hát a harmadik a Globus, és egyben ő a legdrágább is. Hát gyerekek, ez van. Most én elmegyek, és összekogyvasztok egy jó kis meleg szendvics krémet ezekből a májkrémekből. Ne felejtjétek, soha semmit ne dobjatok ki. Kövessetek be mindenhol. Szevasztok! Ja, most meg majd jönni fognak a kommentek, hogy jaj, akkor azt a májkrémes meleg szendvics krém receptet ugyan írjam már le! Na jó, hogyha elég olyan kommentje, hogy írjam le, nyilván le fogom írni. Na most már tényleg szevasztok! Puszi!